Sziasztok, itt ülünk a Csaklit Póker Budapest Póker Open 40. kiesőjével, illetve a 40. helyezettjével, Sajtival, alias Szabó Istvánnal, aki a Poker News, hu.pokernews.com játékosaként indult el a BPO-n. Hol nyerted ezt a beülőt? Melyik teremben vagy? Hogyan kerültél ide? A William Hill-en nyertem a beülőt a ti promóciótok keretében. Milyen más versenyeken játszottál még? Tehát ilyen élő versenyen vettél már részt? Például a Budapest Poker Open-en voltál már? Igen, voltam tavaly is, meg Unibet Open-en voltam idén kétszer is itt, a Tropicánában, illetve Prágában. Ezeken milyen eredményt értél el? Hát sajnos valahogy üldöz a sors, mert úgy általában mindig így az első nap vége előtt szoktam kiesni, úgy szokott indulni, hogy nap elején úgy stagnálok, aztán följebb kúszok, aztán akkor jön a fekete leves. Itt most mi a véleményed az egész versenyzésedről, tehát a mai napodról mi a véleményed? Hogy indult a napod, aztán utána milyen balszerencsék, vagy milyen jó döntések követték? Hát az első asztalom az viszonylag elfogadható volt, meg kell mondjam, a Tóth Zoltán ült a balomon és eszméletlen gyengé játszott, aztán nem tudom meddig jut, de egy időben chip leader is volt. Ott volt körülbelül másfél jó játékos, ők kezelhetők voltak, de az látszott, hogy feloszlik, és akkor utána vándoroltam erre-arra, aztán utolsó asztalom, ami úgy állandósult, ott a Ant 2-17, na ott vitézkedett, aztán később megkaptuk a túrmezei mestert is, meg egyéb ilyen tropikánás regulárok is még ott ültek, illetve a Kamarás Péter nevű úriember a balomon, tehát így indult, illetve így folytatódott. Sokáig felfelé kúsztam, már gyanús volt, hogy minden parti jól összejön. És akkor a nagy pofont az adta, hogy a ászdámával sorozatos limpelések után visszaemeltem, amit egy ember adott. Utólag elmondás alapján nem emeltem elég túl nagyot, és flopra jött három káró, nekem meg két fekete volt az ászdámám. Akkor ott csekkeltünk, a törnön ott jött egy bubi, ott én belehívtam, ő nem dobott. River megint egy blank lap volt, ott már csekkeltünk, de ezzel nagyon sokat buktam. Tehát a és szerinted ez volt a kulcspartid? Hát körülbelül ez volt, mert addig átlag fölött voltam, akkor meg átlag alá kerültem, és olyan értelemben az volt, hogy utána totálisan nem jöttek a lapok. Végül mivel, vagy hogyan esték ki, mely lapokkal? Még két mondatot megér, hogy előtte mi volt, mert még egy kulcsparti volt, szerintem. A Ant 2-17-tel volt egy olyan partink, amikor előtte nyertem egy re-raise all-int a Breeze ellen, de ő nem adta, tehát akkor úgy egy kicsit visszább jöttem, és akkor gondoltam, hogy na most akkor nem muszáj már bármivel betolnom, és akkor 9-9-el emeltem, az Ant meg visszaemelt rám. Ez csak tipp, de az ő játék stílusát figyelembe véve egyáltalán nem biztos, hogy jobb lapja volt. Tehát lehet, hogy rá kellett volna toljam, ez örök rejtély marad. Vagy most úgy érzed, hogy ez lehet, hogy hiba volt? Mármint az, hogy nem toltad rá. Hát most igen, de lehet, hogy holnap már nem így fogom érezni, tehát ezt tegyük hozzá. Kiesésem az totális további laphalál után az úgy zajlódott le, hogy hármas párt kaptam, szemlélte meg, miután már valaki 4-800 százanténél már 1600-ig emelt UTG-ből. Akkor volt 7900-om, és hát akkor már nem volt mire várni. Én úgy gondoltam, hogy még időben meglépem. Talán meg gyakorlatilag éreztem, hogy ez annyira nem erős lap, de azért nem rossz, és
akkor legalább kaptam volna egy kis levegőt, úgyhogy beraktam az összes zseton, ellenfele Mász királyt fordított föl, és már flopra megkapta az ászt. És én persze nem javultam. Értem, és mi a következő terved? Indulsz ami élő nagy versenyen? Ha igen, akkor melyiken? Mit tervezel a jövőre? Semmi különöset. Most utóbbi időben sem túl sokat játszottam, eléggé inaktív voltam. Amúgy olyan hobbi pókeresnek tartod magad? Maximálisan. Tehát én szigorúan hobbi pókeres vagyok. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Ti pedig figyeljétek a Poker News-t, mert még két Poker News játékos is van, köztük Polgár Krisztina, aki majd pénteken fog játszani.